Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, egyben a 2019-es utolsó videómhoz is, ami természetesen nem is lehetne más, mint egy csodaszép szilveszteri smink. Szerettem volna felvenni valami nagyon cuki, szilveszteri, csillogós rucit, és rájöttem, hogy egy darab sincs itthon, mindegyik otthon van Hódmezővásárhelyen, úgyhogy maradt a kis aszoszos, pöttyös felső, és őszintén megmondom, hogy egyre jobban szeretem. Kis fekete melltartó van alatta, és cickós, de elmegy, tetszik igazából. Az alapom már kész van szemöldökkel együtt, úgyhogy nem maradt más hátra, mint a szemet megcsinálni. És természetesen, mivel szilveszterről beszélünk, így egy nagyon sötét, szinte fekete, hát elég durván fekete füstös szemet terveztem mára. Lehet, hogy nagyon fekete lesz, de szerintem egész egyszerű. Úgyhogy én azt mondom, hogy kezdjük is el, ugyanis mára még van egy kis dolgom. Igaz, hogy itthoni dolog, de képzeljétek el, megvettem a gardróbot. Ma fogják kiszállítani, úgyhogy annak függvényében, hogy a 45 dobozomat mennyire gyorsan fogják kipakolni, lehet, hogy holnap fog kimenni ez a videó, 31-én, de ha 31-én megy ki, akkor reggel fogjátok látni, bár ezt inkább instán kellene elmondanom. A lényeg annyi, hogy ha estére szeretnétek megcsinálni ezt a sminket, akkor bőven lesz rá időtök. Ezen kívül pedig kövessetek Instán, mert a gardrób összeszerelés részleteit azt Instán fogom megosztani veletek. Egy utolsó kérdésem van ide hozzátok. Nem csináltam mit kaptam karácsonyra videót, és az lenne a kérdésem, hogy érdekelne-e titeket, mert ha igen, akkor azt még január első vagy második hetében meg fogom csinálni. Pár napot fogok pihenni a Vlogmas után, de utána viszont érkezem nektek rengeteg-rengeteg videóval, nagyon sok ötletem van, nagyon sok tervem van, úgyhogy alig várom, hogy ezt megosszam veletek. De mostanra elég is ennyi, a lényeg annyi, hogy kövessetek Instán, és kezdjük el a sminket. Nagyon cuki lett egyébként a hajam, de iszonyatosan zavar a sminkelésben. Az alapozás egy kész rémálom volt, és a szemöldökeim egyébként, erről még ejtsünk egy szót, szerintem hónapok óta nem sikerült ilyen szörnyen a szemöldököm, de most sajnos ezt kell néznetek az elkövetkezendő jó pár percben, úgyhogy előre is bocsi miatta. Az első szuper dolog, amit szeretnék nektek megmutatni, ezt az egyik vlogomban már mutattam, és itt szeretném még azt kiemelni, hogyha bármelyik Vlogmas részről lemaradtatok, ha jól tudom, 6-ig nincsen iskola, úgyhogy addig van időtök bepótolni a videóimat, úgyhogy ha nem láttátok őket, akkor megköszönöm, hogyha bepótoljátok az elkövetkezendő egy hétben. Tehát az első termék, amit szeretnék nektek megmutatni, P. Louis szemhéjfesték bázis. Ezt most rendeltem, és igazából ez lesz az első alkalom, hogy úgy igazán ki fogom próbálni. Egy száraz beauty blenderrel fogom eldolgozni. Elkezdem szépen eldolgozni, és mivel tudom, hogy nagyon füstös szemet fogok csinálni, így mindenhova bőven teszek belőle. Wow! Volt szemhéjam, nincs szemhéjam. És ezzel meg is van az első lépésünk, amit rögtön követ a második. Mivel fekete szemsminket csinálok, és szerintem ti is fogtok csinálni szilveszterre, mindenképpen használjatok fixálóport a szemetek alá, átlátszót, ne színeset, mármint ne színezettet. Az átlátszó is egyértelműen fehér, tehát így néz ki, és egyszerűen szépen tegyétek a szemetek alá. Wow! És most, hogy fantasztikusan nézek ki, mivel egy cseppet többet raktam, mint kellett volna, mondjuk így egy fokkal jobb. Kezdhetjük is a sminket. Ha véletlen valaki nem tudja, ez fog megvédeni minket attól, hogyha lehullik a szemfesték, akkor az ráragadjon az alapozónkra. Amikor kész van a smink, akkor csak lesöpörjük, és kész. Tegnap mostam ki az összes ecsetemet egyébként, és olyan ecseteket találtam, amire nem is emlékeztem, hogy van olyanom. De most már, hogy tudom, fogjuk őket használni. Az első lépés, amit fogunk csinálni, Tati Beauty palettából a Soothe árnyalatot fogjuk felvenni matt formátumában, és elkezdek
ide, hát nem mélyítő vonalnak mondanám, mert nem lesz mélyítő vonalunk. Ide a szemöldök csontotok alá pont, a szemöldökötökkel párhuzamosan egy nagyon szép átmenetet csinálni. Ennek a szerepe igazából annyi lesz csak, hogy ne korom fekete legyen a szemünk, illetve hogy legyen valami átmenet a bőrötök és a fekete közt. Kicsit lehozom ide is. Nem tudom még pontosan, hogy milyen formát szeretnék, de azt tudom biztosra, hogy nagyon füstös lesz. Majd ha ezzel megvagyunk, akkor áttérek egy kicsit kisebb ecsetre, és felveszem a barna színt, a Ritual-t. Egyébként ezek az ecseteim szerintem ilyen gyerek sminkekből vannak, de olyan jók, hogy elmondani nem tudom. És ezt kezdem el nagyon óvatosan, halvány rétegekben felhelyezni, és lassan elsatírozni. Öt órányi satírozással később, hogyha úgy érzitek, hogy megvagytok ezzel a résszel, akkor léphetünk tovább a félelmetes részre, ami természetesen a fekete és annak az elsatírozása lesz. Tettem egy nagyon kicsi narancssárgát is egyébként így az alapba, mert szerintem nagyon jól néz ki, hogyha feketével, azzal a nagyon erős, nagyon hideg színnel van egy kis melegség is benne, úgyhogy így néz ki most az alapom, és lépünk tovább a feketére. A feketét egy lapos, de mégis egy kicsit pufi, kicsi, viszonylag kicsi ecsettel fogom feltenni, felveszem, és mindenképpen leütögetem. Csak elkezdem felrakosgatni szépen lépésenként, először a szemhéjamra, és utána szépen lassan elkezdek felfele menni. És így egyébként, hogy leütögetem, nem is hullott le semmi eddig, remélem nem is fog. Tati palettájából használom nyilván a feketét is, ami ugye a Memory árnyalat, és gyönyörű, nagyon durván fekete. Most egy tiszta ecsettel elkezdem a szélét elsatírozni. Először ezzel a kicsivel, és hogyha úgy látom, hogy mehet egy nagyobbal, akkor lépek tovább. Remélem, itt menet közben nem pánikolt be senki, hogy mennyire szörnyen néz ki, mert tényleg szörnyen néz ki, viszont szerintem addig, míg tényleg kész nem lesz, egy lépés nem lesz, amíg úgy fog kinézni, hogy wow, ez igen! Remélem látjátok, de elkezdett alakulgatni a satírom. Ehhez viszont, hogy ezt meg tudjátok csinálni, vagy egy feketét ennyire el tudjatok satírozni, kell egy jó szemfesték, tehát nem biztos, hogy egy eszenszes, fekete, sima szemhéjpúder az a legideálisabb. És mindenképpen türelem. Eddig a lépésig szeretnék meglenni a másik oldalammal is, úgyhogy azt kamerán kívül megcsinálom, és ha megvan, akkor folytatjuk tovább. Egy lépéssel közelebb vagyunk a célhoz. Jelenleg nem egyforma a szemem, ez tény. És egyébként egy nagyon kicsit itt olyan barnát használtam, ami csillog.
Nem tudom, látjátok-e, de élőben nagyon átült, és amúgy tök szép. Fogunk még rengeteg csillámot használni, úgyhogy nem különösebben fog zavarni. De most a következő lépés, mivel rengeteget satíroztam, a barnát és a kis narancsot teljesen eltüntettem szinte, úgyhogy visszatérünk arra a színkombinációra, és még nem vagyok benne biztos, hogy milyen ecsetet fogok használni, úgyhogy valószínű azt váltogatni fogom, de egy barnát és egy narancsot fogok folyamatosan használni, és ezt a részt megpróbálom egy kicsit felélénkíteni. Tehát, ahogy látjátok, a jobb szemem már elkészült árnyékolásilag. Most befejezem gyorsan a bal oldalt is, és utána jöhet a bulis rész. Amíg fent van még a szemem alatt a por, addig fogjuk felrakni a metát és a csillámot, utána lesöpröm és befejezem az alsó szempillavonalamat is. Először a memoryból fogom a metát használni, és ezzel szeretnék igazából majdnem az egész szemhéjamra egy keveset feltenni. Wow, úristen, de gyönyörű! Nem metál hatása lett egyébként, de gyönyörű. És az utolsó lépés az már csak a csillám. Imádom az egészet, ez csak középre egy nagyon-nagyon picike kis csíkba fogom tenni. Megvan középen már a csillám, viszont egy nagyon picit szeretném eldolgozni. Icipicikét, tényleg. Eredeti tervemben semmiképpen nem szerepelt az, hogy ennyire csillogós legyen, de őszintén megmondom, nem bánom. Kicsit az éleket és a széleket eldolgozom. Remélem egyébként ti is annyira bírjátok, mint én. Fókusz! És most már tényleg csak pár lépés van hátra. Lesöpröm a fixálóport a szemem alól, és gyorsan befejezem az alsó szempillavonalat, amin igazából túl nagy változtatás nem lesz, sőt, igazából semmi nem lesz. A lényeg annyi, nagyon füstösre szeretném ezt is csinálni. Először a szút árnyalattal fogok alapot készíteni, és természetesen az egész szempillavonalam festve lesz. Ez így lehet egyenlőre túlzásnak tűnik, de elképzelésem szerint nem lesz az. Mármint jól fog kinézni mindenképpen túlzás, mivel egy koromfekete sminket csinálunk. Gyorsan fel fogom most tenni a feketét az alsó szempilla tövemre, ami igazából ugyanúgy fog kinézni, mint felül, hogy szépen elkezdem felépíteni, és aztán jól elsatírozom. És ezután már csak egy ceruza fog jönni, és a szempilla, úgyhogy ezeket gyorsan megcsinálom, és jövök is vissza. Pillával, rúzzsal, egy kis plusz highlighterrel és kontúrral együtt elkészült a 2019-es szilveszteri sminkem. Ha kíváncsiak vagytok, a rúzs Kylie Cosmetics Candy K, az eredeti három árnyalatból egyébként ez az egyik. Amikor megjelentek, akkor megvettem, és
kaptam édesanyától, és azóta ez a kedvencem, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ehhez a nagyon brutális szemhez egy nagyon cuki nude tökéletes lesz. Nem tudom ti, hogy vagytok vele, de én jobban szeretem, mint ahogy eredetileg gondoltam, hogy fogom. Nem tudok róla, hogy bárhova mennénk szilveszterkor, de ha mennénk bulizni vagy bárhova, tuti, hogy valami ilyesmit csinálnék. Természetesen ez is egy olyan smink, amit kisebbbe is meg lehet csinálni, gyengébbe is meg lehet csinálni, de nagyon régóta szerettem volna már kipróbálni, és ennél tökéletesebb alkalmat, mint a szilveszter, el se tudtam volna rá képzelni. Úgyhogy remélem, hogy tetszik, én nagyon élveztem, és hogyha nektek is tetszett, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek Instán is, az Insta nevem mindig lent van a leírásban, és ezt a sminket is biztos, hogy ki fogom tenni egy posztba, úgyhogy azt pedig lájkoljátok. Nagyon szépen megköszönöm, és azt is még egyszer megköszönöm, hogy itt voltatok velem. Egy kis pihenő után januárban találkozunk. Nagyon kellemes szilvesztert kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra. Előre is nagyon boldog új évet, és jövőre találkozunk. Sziasztok!